Kis érdekesség. Így mutatom. De mutatok még mást is. Fékcső. Egyik fele. Fékcső másik fele. A ladának így áll a fékcsöve ebben a pózban, amit látjátok ott. És ugye nagyon fontos, hogy lefelé kell nézni a csatlakozásnak, nem fölfelé, mert akkor beleér a lengőkarba, eldörzsöli, illetve ezt azért kell 2 vagy 4 évente legkésőbb cserélni ezt a fékcsövet, de inkább 2 évente, mert ahogy a kormány csavarodik, ez így kiszakott kopni. Tehát láttam én már ettől durvábbakat is, mondjuk amikor teljesen át van szakadva, tehát ez a jobb oldali cső, tehát már csak a belső tömlő van, de a baloldali cső is ugyanilyen volt. És akkor itt vannak ugye a kiépített kóbor alkatrészek, új munkahenger, értelemszerűen új betétek, új fékcső, új flexi fékcső. Hát megpróbálok holnap szerezni egy gömbfejet, hogy ne kelljen hétfőig várnom, és ezt kicserélem. Aztán halad tovább a szerkezet. Tehát nagyon fontos. És akkor itt vannak a kibontott vackok, a munkaengedek. Most ezek beszoktak rohadni a ladánál, látjátok, hogy én így szeregettem, elvágtam a idét is, bár van letörve, nem is tudom melyiknek a füle, ennek nem, akkor másiknak, tehát ez így szokott, így szokták összetenni. És akkor megkenik, hogy mutasson. És még egy érdekesség, tehát ugye ladánál úgy veszik ki, hogy lenyomják ezt a vackot, hopp. Tehát látjátok, hogy van benne egy ilyen, ott van benne egy rugó, és ezt le kell nyomni, tehát ez így áll normál helyzetben, de ezt le kell nyomni, és akkor úgy kell betenni, és akkor ez abba a nútba érkezik. Látjátok, ott már helyen van ez a stift, és ez biztosítja, ne köpje ki a féket. Tehát erre tessen figyelni. Na most, hát ugye ez is folyik belőle még a csula, tehát ebből is ugye ez beszakott rohadni, le is tört egy darabka, tehát tessenek arra figyelni, hogy 3600 forint így ilyen a bárókernél, és inkább cseréljétek le a picsába. A külsővel nem szokott probléma lenni, a belső ugye kapja sarat, vizet, mindent, tehát azt alaposan meg kell kotorni kis csavarhúzóval, és akkor fék tisztítóval nekiesni, kitakarítani, és akkor úgy kocogtatni. Csavarlazítót is kell nyomni, mert a csavarlazítót is nyomni kell bele, és akkor meg kell szépen mozgatni aztán. Tehát ugye ez rugós, le kell mennie, le kell nyomni, és akkor úgy lehet itt megkezdeni, feszegetni finoman. Azért ez leszokott törni. Másik oldalon le van törve, mint törtem le. Másik oldalon itt a vége le van törve, tehát ezt ne nagyon tessenek ütni. Jó? Komára ennyi, ma nem dolgozok többet. Aztán majd holnap is dolgozgatok, ha bírom.